Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy eljöttek mai sajtótájékoztatónkra. Hogy mutassam be, akik az asztalnál ülnek. Kunhalmi Ágnes, a Magyar Szocialista Párt társelnöke, Barabás Rihárd, Párbeszéd Zöldek társelnöke, Nemes Gábor, a Demokratikus Koalíció képviseletében, és Huszárik György, az Összefogás Városunkért Egyesület elnöke. Én Everling Róbert vagyok. Megkérem az asztal helyett foglalókat, hogy kezdjék el az én méltatásomat. Elkezdeném én, mint a Párbeszéd Zöldek társelnöke, akinek van szerencséje, vagy abban a szerencsés helyzetben lehet, hogy a koalíció és a baloldali szövetség és a helyi lokálpatrióták közös együttműködésében jelöltet adhatunk is a SZEG-nek. Ez egy fantasztikus és megtisztelő lehetőség. Elmondanám, hogy miért gondoljuk ezt nagyon megtisztelőnek és szerencsésnek politikailag, és azt is, hogy szakmailag milyen izgalmakat látok. Nyilván úgy, hogy a polgármester jelölt majd el fogja mondani a helyi részleteket, vagy a helyi aspektusokat fogja hangsúlyozni. Azt látjuk, hogy ma Magyarország gazdasági és morális válságba került. Egész pontosan nem is Magyarország, hiszen azt gondolom, hogy mi magyarok éljünk is bárhol az országban, nem mi vagyunk morális válságban, de magyar kormány bizony abba került, és azt látjuk, hogy ennek kisugárzó hatása van a különböző közigazgatási rendszerekre, a politikai rendszerekre, és akár az emberek mindennapi életére is. Ezt láttuk a kegyelmi botrányban, ezt láttuk abban, hogy a gazdasági válságot nem jól kezelte a kormány, és ezt láttuk abban is, hogy az önkormányzatoktól egyre több és több jogkört vette el az elmúlt években. Ezt alpolgármesterként mondom, hogy volt szerencsém nekem is az elmúlt 5 évben pontosan megtapasztalni. Egy ilyen helyzetben, amikor ennyire mondjuk úgy, hogy turbulens időket érünk, a helyi közösségek megtartó ereje azt gondolom, hogy mindennél fontosabbá válik. Amikor a nagyvilág bizonytalan, amikor a szomszédunkban háborodul, amikor nem tudjuk, hogy Európa és a nagyvilág merre megy, arra tenni a figyelmünket, hogy a helyi közösségeink biztonságban prosperálhassanak, hogy a szomszédok egymással együttműködjenek, ismerjék egymást, és ilyen európai szakszóval élve reziliens, ellenálló közösségeket alkossanak, az mindennél fontosabb tud lenni. Ezért külön öröm nekem, hogy nem csak úgy jelenthetem be Everling Róbertet, mint a Párbeszéd Zöldek jelöltjét, hanem mint annak az összefogásnak a jelöltjét, amelyik mind helyben, mind országosan utat kíván mutatni a ma válságba süllyedt Magyarországnak. Ez az alternatíva pedig egy helyi közösségekre épülő, szociáldemokrata és zöld alternatíva. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az emberekre figyelünk. Azt jelenti, hogy az egyenlőségre törekszünk. Azt jelenti, hogy fenntartható és élhető városokat szeretnénk teremteni. Ez a nagy politikai rész. De azért is a Szeg egy nagyon különleges helyzetben is van, hiszen nincs túl messze Budapestről, így nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a budapesti agglomerációs vonzáskörzetben egy nagyon izgalmas lehetőséget is teremt, hogy a főváros és az agglomerációs városok közötti példaértékű projektek helyszíne legyen. Mi azt gondolom, hogy erre készülünk közösen valamennyien. Úgyhogy én engedjék meg, hogy nagy tisztelettel, szeretettel és megbecsüléssel ajánlom az önök és valamennyi és a szegi figyelmébe Everling Róbertet, a Párbeszéd Zöldek tagját, a koalíció közös polgármester jelöltjét, és ha még annyit megengednek és megengednek a kollégák, hogy véletlenül se hagyja ki 3 fantasztikus egyéni képviselőjelöltet is, akik a Párbeszéd Zöldek részéről érkeznek most ebbe a szövetségbe, Álkovics Lindát, Balajti Zsoltot és Farkas Tímát, akkor megköszönöm, hogy szántak rám időt, úgyhogy nagyon jó kampányt kívánok, és fantasztikus munkát kívánok is a Szegnek az elkövetkezendő 2 hónap kampányidőszakában, és azután a következő évek közösségért való munkálkodásában is. Köszönöm szépen! Akkor folytatnám még, mint ennek a koalíciónak, helyi és egyben országos koalíciónak ezen baloldali lába, szocialista lába, és hát nagy szeretettel és örömmel javaslom az isaszegi választópolgároknak, MSZP-seknek és minden olyan baloldalinak, de minden ellenzéki választónak Everling Róbertet. Róbertet nagyon régen ismerjük, egy nagyon kemény baloldali ember. Ez abban mutatkozik meg, hogy 30-valahány év, amióta a közéletben munkálkodik, mindig, ahogy ezt előttem elmondták, az emberek életével foglalkozott, és egy emberközpontú politikát, emberközpontú tevékenységet folytatott. Ezt én fontosnak tartom, hogy az élet minősége javuljon az embereknek. Szerintem polgármesterként
ha sikerül az önök jóvoltából és az iszaszegiek jóvoltából azzá válnia, biztos, hogy az első feladata az lesz, hogy az életminőségét javítsa, szociálisan a környezet életminőségét, a biztonságérzetét, és hát olyan lehetőségeket hozzon, mert hogy egyébként én, amit én még ehhez hozzátennék, hogy iszaszegnek az én tudomásom szerint szüksége lenne egy rendes várospolitikára. Kellene egy olyan ember, és Everling Robert ilyen, aki egészében látja nem csak a várost mikrokörnyezetében, hanem azt a térséget, és valóban azt a budapesti és Pest megyei helyzet, lokációt, geopolitikailag, gazdaságilag, iparilag, amely összekapcsolódik azzal, hogy képes-e valaki polgármesterként lobbizni azért, hogy jót tegyen, jó beruházásokat hozzon, jó gazdaságfejlesztés irányába lökje iszaszegek. Ez ma nincs átgondolva, nincs egy jó úti terv egyébként ezen település előtt, tehát egyszerre kell egy olyan polgármester, és Robert ilyen, aki ember, az emberekből indul ki, hogy milyen szükségletei vannak, és képes egy igazi jó úti tervet adni egyébként iszaszegnek. Tehát én meleg szívvel és nagyon-nagyon nagy szeretettel ajánlom, és természetesen az MSZP országos szervezete és a helyi szervezete is élükön Barabás Istvánnal, képviselőjelölttel támogatjuk azt, hogy együtt sikeresek legyetek a kampányban, és együtt átvegyétek a város vezetését. Köszönjük szépen. Gábor? Köszönöm, és nagy tisztelettel köszöntök én is mindenkit a Demokratikus Koalíció nevében. Örömmel ajánlom én is Everling Robertet. Én azt szeretném kiemelni, hogy itt már azért elhangzott az, hogy Robert mögött nem csak egy együttműködés, nem csak egy összefogás van, hanem azt gondolom, egy szociáldemokrata zöld szövetség. Ez pedig egy olyan erős támogatás, ami ebben a helyzetben nagyon fontos. Tehát amikor tudjuk, hogy az önkormányzatok kivéreztetése zajlik egy hosszú évek folyamán, nagyon nehéz helyzetben vannak, úgy gondolom egy olyan szövetség, és élén Everling Roberttel egy olyan együttműködő jelölt, aki képes akár a környező településekkel, akár Budapesttel összefogva azokat az elképzeléseket megvalósítani, amit ő zászlajára tűz. Én, amikor idefele jöttem, nyilván még hangsúlyosabban néztem, figyeltem a környezetet, amerre elhaladtam, és örömmel láttam, hogy Everling Robert programjában vannak olyan vállalások, ami egyrészt én azt gondolom, hogy a saját tudásából, az itteni tapasztalatából, abból, hogy lokálpatriótaként hosszú évtizedek óta itt dolgozik, ezeket meg tudja valósítani, de ami még fontosabb, hogy ez a bizonyos szociáldemokrata zöld szövetséggel a háta mögött egy sokkal kitekintőbb, nagyobb tervek megvalósítására alkalmas lesz. Úgyhogy én is az iszaszegiek számára ajánlom őt, az ő személyét, nagyon alkalmas polgármester, és ehhez még talán azt a muníciót is hozzá tudom rakni, hogy a Demokratikus Koalíciónak is helyben van egy helyi képviselő jelöltje, Panda Ágnes, és ő is minden erőbedobással azon fog dolgozni, hogy sikerre vigye ezt az együttműködést, úgyhogy sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm. Köszönöm, Gábor. És végül, de nem utolsó sorban, talán első az egyenlők között, Huszári Györgynek adnám át a szót, az Összefogás Városonként Egyesület elnökének, aki a civilek és lokálpatrióták részéről fog beszélni. Köszönöm szépen. Azt terveztem, hogy először bemutatkozok, de ezt most jól aláhúztam. Hát az Összefogás Városunkért Egyesület elnöke vagyok, és egyben a 6-os választókerületnek a képviselőjelöltje. És sok minden elhangzott most Robiról, de én egy kicsit más oldalról közelíteném meg, hogy hogy jövök én a képbe. Én magánszemély szerint én a pártmentes, pártoktól tiszta, civil önkormányzatiságban hiszek. De ebben ezt egészséget. Én Robival sokat beszélgettem arról, hogy mi volt is a Szegen, hogy most mi van, és hogy mit tervez, vagy mit tervezne. És attól a párt sarlangtól, amit most hallhattunk, és remélem nem bántok meg senkit ezzel, attól függetlenül én Robiba látok egy olyan szemét, egy olyan lokál patriótát, aki nagyon sok mindenben, sőt, kvázi mindenben egyezik az én nézeteimmel, akit tudok, hogy mindig a város érdekeit fogja képviselni, mint ahogy tette eddig is, és egy olyan polgármester lehet a városnak, aki föl tudja virágoztatni ezt a helyiséget.
az, hogy valós lakossági érdekképviselet legyen is a Szegen, az, hogy a programjában nem államgyárat nyitott, hanem olyan megvalósítható terveket tűzött ki maga elé, amikkel nem csak, hogy egyetértek, hanem úgy gondolom, hogy a következő egy vagy két ciklus alatt minden beteljesíthető belőle. Tehát mi, mint az Összefogás városunkért jelöltjei és tagjai, ezért gondoljuk azt, hogy az egyetlen opció és választható pozitív jelölt tapasztalatai és a jövőbe való egyetértésünk kapcsán az Evelyn Gróber. Köszönöm szépen a megtisztelő szavakat mindenki részéről. Hogy mondjam el önöknek, hogy Isaszeg történetében egy egyedülálló választás következik június 9-én, önkormányzati választás. Minimum két okból, de lehet, hogy több okból. Az egyik oka az, hogy még soha nem fordult elő a rendszerváltás óta, hogy hivatalban lévő polgármester nem indul a választáson. És akkor itt szeretném köszönteni Hatvali Miklós urat, Isaszeg város polgármesterét. Köszönöm szépen, hogy eljött. Ez egy eléggé különleges helyzet. Olyan jelöltek állnak csatasorba, akiknek rajtam kívül talán városvezetői tapasztalatai nincsenek. És hát azt is lehet mondani, hogy tulajdonképpen szűz terület. Az is nagyon fontos ebben, hogy a választási kampánynak nem a regnáló jelölt kritizálásában kell kimerülnie, hanem a funkciójukban élhető tervek bemutatásában. Abban, hogy milyen város szeretnénk. Abban, amit itt az előttem szólók elmondtak, hogy egy összefogásban élő, egymást tisztelő polgárok egy épülő, virágzó, fenntartható várost építsenek. A másik, amiben még újdonság lesz ez a választás, hogy soha nem rendeztünk úgy választást, önkormányzati választást, hogy az európai parlamenti választások napján történik. Ez is a Szegen is nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy az igazi európai szellemiséget, azt az együttműködést, amit az Európai Unió hirdet, azt ez a közösség tudja leginkább megmutatni is a Szegen is. És teljesen tisztán tudjuk ajánlani magunkat, és az európai parlamenti választásokon induló pártokat is a visegrádi választópolgároknak. Van még talán egy olyan dolog, ami miatt történelminek mondható ez a választás. Én úgy érzem, hogy soha nem fordult még elő, hogy a törvények ilyen szinten ne legyenek egyenlőek különböző szervezetekre. Az Összefogás városunkért egyesület és az engem jelölő demokratikus pártok és az én barátaimat jelölő demokratikus pártok minden egyes mozzanata a választási kampányban patika mérlegen lesz mérve, mert különböző törvények, jogszabályok fenyegetettségében élünk. Ezzel szemben lesznek olyan ellenfeleink, vagy betétársaink, akik már eddig is, és ezután is a törvények figyelembe vétele nélkül fognak és tudnak kampányolni. Én azt gondolom, hogy ez handicap, de mindenféleképpen a siker az a tisztesség útja. Szeretnék néhány szót ejteni arról, hogy mik a terveink a következő időszakban. És ugye természetesen azt mondjuk, hogy a későbbiekben, vagy hát ugye a következő 5 évben azt szeretnénk folytatni, ami Isaszegen elkezdődött. Nyilvánvaló, hogy minden történelmi helyzetben lehetne dolgokat jobban csinálni. A helyi politikának talán ez a legnagyobb lényege, hogy ez csak megközelítés kérdése. A végeredmény, ami a végeredmény, az nem 18 év, 6 év, 5 év után van, hanem majd nagyon soká, amikor mi már nem leszünk, akkor lesz végeredmény. Az egy közös munkából és közös gondolkodásból fog állni. 4 vagy 5 alap pillért szeretnék megemlíteni a programunkból. Fejleszteni fogjuk a helyi gazdaságot.
és a Szegi gazdasági erejének kihasználása nagyon fontos. Szeretnénk olyan intézkedéseket bevezetni, amivel a helyi mikro, kis és középvállalkozásokat tudjuk ugyanúgy támogatni, mint az esetleg városba betelepülő nagyobb vállalkozásokat. Fejleszteni fogjuk az infrastruktúrát. Ez természetesen érthető a közutak és járdák felújítására, amiből az elmúlt időszakban egyébként, hát én pontosan nem tudom, de 35-40 utca le lett aszfaltozva, és hát most már eljutunk odáig, hogy ezeket az leaszfaltozott utcákat is fel kell majd újítani, de hát ez az idő miatt van, és természetesen a járdákat is fel fogjuk újítani, illetve ahhoz szükséges építeni fogunk. Itt van egy olyan tervünk, hogy gyalogosan, kerékpárral, babakocsival a város fő pontjait mondjuk mindenféle főúton való átkelés nélkül meg lehessen közelíteni. És ezt nem biztos, hogy kifejteném, ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, de hogyha azt mondom, hogy a Penitől a házi orvosi rendelőintézetig, vagy a gyermekorvosi rendelőig el lehessen jutni úgy, hogy nem kell a főúton átmenni, akkor az már egy jó irányvonal lehet. Fontos egyébként az a fajta infrastruktúrális fejlesztés is, ami a közművekkel kapcsolatos, és itt a már nem is a szekhez tartozó közművek fejlesztése, illetve folyamatos javítása is fontos lesz, és nagyon fontos az, hogy a város partnerséget tudjon építeni a településen működő például víziközmű szolgáltatóval. Megőrizzük is a Szeg természeti kincseit, ez számunkra nem csak feladat, hanem kötelezettség is gyermekeink és unokáink felé. Mindenkire számítunk, nekünk mindenki fontos is a Szegem, szeretnénk a város kulturális és informális vérkeringésébe bekapcsolni minden egyes is a szegi polgárt, szeretnénk a helyi tájékoztatást fejleszteni, és mindenkinek hozzáférhetővé tenni.